kordonozásról is kérdezném, látta személyesen azokat a felvételeket, amelyek a május 3-i tüntetésen készültek a Karmelitánál? Egy részüket láttam. És milyen érzés volt még azt látni, hogy jellemzően tinédzser gimnazistákat lefújnak könygázzal? Azt volt nagyon rossz érzés látni, hogyha tinédzserek nem tartják be a jogszabályokat, az egy rossz érzés. Tehát tinédzserként nem gondoltam arra, hogy építésterületre be kellene törnöm, vagy hogy rendőrökkel kéne szembeszegülnöm, vagy rendőröket kéne rögzösnöm. Ő mit gondol, most meddig lesz elzárva a gyalogos forgalom elő a Színház utca? Hát, ha rajtam múlna, akkor a Színház utca az ellene zárva akkor is, amikor ott közintézmények működnek. Ez egy abszurd magyar gyakorlatnak tartom, hogy a világon alig található olyan miniszterelnökség, köztársasági elnöki hivatalnak otthont adó épület, ahol a falat bárki megfoghatja. Valaki a Fehérháznál megpróbálja, ott nem könygáz lesz, hanem lelövik azonnal.